28. alkalommal rendezték meg a Szilveszter Kupa kispályás labdarúgótornát Szombathelyen. A hagyományoknak megfelelően ezúttal is a Haladás vérse Rohonczi úti munkacsarnokában kezdődött a viadal, később pedig beköltöztek a végjátékban is érdekelt együttesek az Aréna Szaváriába. A megszokott dolgok mellett azért újítottak is a szervezők. Az előzőekben volt ugye profi és amatőr külön-külön, most meg azt mondtuk, hogy legyen vegyes és nyílt bajnokság, úgyhogy lehessen legalább 4 NB-s játékos is a csapatokba. Ezzel a színvonalat akartuk, szerettünk volna emelni, és talán sikerült is, és azt gondolom, hogy a kettő összemosásával egy jó színvonalú csapatok alakultak ki. A tornán összesen 38 csapat lépett pályára, az öreg fiúk kategóriájában 8, míg a nyílt osztályban 30 együttes szerepelt. A játékosok között ott volt Kenesei Krisztián is, aki jelenleg a Lombard Pápa élvonalbeli gárdájában rúgja a labdát. Hát Isten, igazából most én ezt ilyen szórakozásnak veszem egy picit, egy jó nagy bizzadás, ugye játszottam már pénteken is egyet, jó esett. Nyilván van presztízse is, jó lenne, ha már játszom megnyerni, ugye mindenki azért játszik, hogy nyerjen egy tornát, én is így vagyok vele. A Szilveszter Kupán a Szombathelyi Haladás is képviseltette magát, több játékosuk mellett a segédedző Jagodics Zoltán is parketre lépett. Az első az, hogy a mozgás, ami nagyon-nagyon fontos, ugyanúgy az S csapat játékosainak, ugyanúgy mindenkinek, véleményem szerint ugyanúgy öreg fiúknak, fiataloknak, idősebbeknek. A csapat játékosainak meg azért, hogy kicsit megmutassák magukat itt a közönségnek, véleményem szerint egy nagyon-nagyon jó dolog. A nyílt kategóriában végül a Tóth Pétert is soraiban tudó Palace Póker csapata diadalmaskodott, míg az öreg fiúknál Kenesei Krisztián együttese, a Mihályi Pénzváltó végzett az első helyen.